Ez a Nagykállói Dózsa György utca, amely egy TOP plusz pályázatnak köszönhetően újult meg 1279 méter hosszúságban, azaz a teljes szakaszán. Ez a déli városrész meghatározó útja, környezetében körülbelül 1500-an élnek, illetve az út végén található a vasútállomás is. Az út leromlott, kátyús állapotú volt, töredezett szegélyekkel. A legjelentősebb probléma azonban az volt, hogy csapadékos időben 30-50 köbméter nagyságú egybefüggő vízfelületek alakultak ki rajta, melyek jelentősen veszélyeztették a közlekedés biztonságát, illetve ezen időszakokban a járda gyakorlatilag használhatatlan volt. A Dózsa-György út az egy olyan útszakasz, ami valójában hosszú évek óta komoly problémát jelent számunkra. Maga az út elkopott, a szélessége, teherbírása már nem az volt, ami korábban, és nagyon egy hosszú útszakaszról van szó, elég jelentős átmenő forgalommal, telephelye, gazdasági vezetés és Újfehértóval összekötő útszakasz kapcsolatáról beszélünk, úgyhogy eléggé terhelt útszakaszról van, úgyhogy egy minőségi fejlesztés valósult meg, nem csak megújult maga a burkolat, hanem kiegészült csapadékvízrendszerrel, ugye a megfelelő helyekre kerültek az aknák, útpatka és szegélykő került kialakításra, úgyhogy gondolom egy minőségi és nagyon hasznos fejlesztés valósult meg a városban. A Dózsa-György út mellett a Jókai utca 275 méter hosszúságban kapott új aszfalt burkolatot. A közel 10 000 fős járásközpont önkormányzata 100%-os támogatást kapott a fejlesztésre. A polgármester elmondta, ezzel együtt is jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a településen. A jövőben nem látok, és már most ugye nem is tisztem erről nagyon feszegetni ezt a témát, de ugye itt mindig a pályázati lehetőségek szabnak határt. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsés helyzetben van az önkormányzat, hisz ebben a ciklusban azért komoly eredményeket értünk el az ipari területeink értékesítésében, amiből azért most már adóbevétel realizálódni fog, és talán egy kicsit saját kezébe tudja venni az önkormányzat a sorsát. Én kívánok ez majd jó sok erőt és egészséget. A belterületi útfejlesztés Nagykállóban elnevezésű projekt az év végéig tart, azaz december 31-én zárul. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési támogatásból valósul meg.